Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy konkordos nem hagyhat szó nélkül. Tartson velünk! Az orrában szívószállal úszó teknős béka. Ez a kép ugrott be arról, amiről ma beszélgetni fogunk, azaz a hipokrízisről. Ez a kép azért fontos, mert a világon sok millió emberre hatott olyan erővel, hogy ezzel a képpel, kis túlzással, sikerült a szívószálat kikiáltani a környezetszennyezés első számú okozójának. Ezzel önmagában nem lenne akkora baj, ha ez nem vezetett volna oda, hogy ugyanezek az emberek millió számra nem éreznék ezután úgy, hogy ha lemondanak a műanyag szívószál használatáról, akkor ők ezzel rengeteget tettek a föld megmentésért. Joga merül fel a kérdés, biztos, hogy a szívószál használata a legnagyobb probléma? Akkor mi a helyzet a két tonnás személyautókkal, a sushi, a vörös tonha, vagy vagyumarhalakomákkal, a 18.000 km kilométerről importált szavinyomblan szopogatással? Ezen fogyasztási szokások környezetre gyakorolt hatásai mikor merülnek fel hasonló belülről mardosó bűntudattal? Az ilyen és ehhez hasonló aránytévesztésekről, képmutatásokról, álszentségről fogunk ma beszélgetni, Jaksi Györgyel, a Concord értékpapír ZRT alapítójával és elnökével, Gyurcsik Attilával, az Akkord alapkezelő vezérigazgatójával, és Kovács Krisztiánnal, a Concord üzletfejlesztési igazgatójával. Én Vidovszki Áron vagyok, a Concord lakossági üzletág igazgatója. Szevasztok! Sziasztok! Sziha. Sziha. Gyuri, kicsit távolabbról indítanám a mai témát, Szerinted miért szeretjük becsapni magunkat? Miért hisszük azt folyton, legyen szó akár személyiségfejlődésünkről, akár testünk fejlesztéséről, akár társadalmi változásokról, akár a mai témánkról, a környezet tudatosságról, hogy ezt könnyen, fájdalommentesen, minimális áldozatokkal megúszhatjuk? Hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon mérőjövő belső hogy szeretjük a saját felelősségünket általában csökkenteni, vagy csökkentve látni ahhoz képest, hogy hát mások mennyi mindent tehetnének. Tehát, hogy mindig van egy ilyen reflex, hogy hát valaki más csinálja, meg valaki más oldja, meg valaki más a hibás, és Magyarországon szerintem ezt még fel is erősítette az elmúlt évtizedekben a politikai kommunikáció, hogy majd én megoldom a problémádat, hiszen nem te tetsz róla az előző 10 év, 20 év, 30 év, meg a Brüsszel, meg az IMF, stb. Tehát, hogy erre itt egy lapáttal sikerült rárakni, és ennek, ennek az lett az eredménye, hogy az amúgy is meglévő, és az emberi pszichéből szerintem természetesen következő, de nem elfogadandó, mechanizmusokra rájött egy ilyen kis hab, mint a tortára. És ugye a leggyakrabban, öm, meg talán legkedveltebb idézet ezzel kapcsolatban Gandhi, hogy magad legyél a változás, amit a világban szeretnél látni, hogy ez mindenkinek olyan, hú, ez, ez jól jó hangzik, ez olyan klassz. De aztán, amikor csinálni kell, akkor már nem annyira klassz. Tehát, hogy itt nagyon komoly ellenállást kell leküzdenünk mindannyiunknak magunkban, mert valószínűleg, ha ez a program fut bennünk, és talán az önreflexió fejlesztése, önismeret fejlesztése, az állandó önkontroll, hogy akkor én ezt várom a környezetem, de mit teszek én ezért ennek érdekében, azt talán tud rajta segíteni. Aki ezt műveli, az valószínűleg, hogy jobban jön ki ebből a képletből. Aki nem, az lehet, hogy az egész életét úgy éli, hogy folyamatosan valaki más tehet bármiről, ami őt zavarja, vagy amit a maga környezetében tapasztal. És, és, miért van az, hogy mindig, mindig, ilyen hasonló helyzetekben van egy olyan egyen egérúz, ami, ami, a könnyű megoldás felett tereli az embereket, és ami aztán ezt a, ezt a, ezt a kognitív diszonanciát feloldja, ahelyett, hogy a fontos dolgokról beszélnek. És tényleg majdnem minden témába tárunk ilyet. Hát én szerintem az önmagunk mentesítése a, a felelősség vagy a feladatok alól. Uh, ami működik sajnos abban az értelemben is, amiről valószínűleg mi fogunk itt ma többet beszélni, hogy várjuk, hogy a világ problémái, a társadalmi problémáknak legyen valaki más a felelős, és akkor ezt áttoltuk az ő udvarába. De ennél egy kicsit öndestruktívabb, amikor arról van szó, hogy a saját egészségünk érdekében már tényleg nekünk kéne tenni, de, de van ez a halogatás, na, holnaptól, jövő héttől, január 1-től, majd két év múlva, majd 20 év múlva. Majd 2050-ben. Majd 2050-ben, hiszen a klímát is elég addig rendezni, hogy kezdjük, rá, kezdjük rátérni a mai egyik témákra. Tehát ugye ez, ez olyan kényelmes, szerintem ez, ez egyszerűen erről szól. Kényelmes a politikusoknak nem feltenni a kényelmetlen kérdéseket valójában. tehát sokkal egyszerűbb néhány gonosz energiavállalatra fogni a globalizációt, vagy pontosabban a, a környezetterhelési problémákat, a globális felmelegedést elsősorban. És néztem egy nagyon érdekes statisztikát, hogy így belekezdjék a beszélgetés ezen részében, hogy, hogy valójában miközben az energiavállalatokról beszélünk, mint a legkörnyezetszennyezőbb tevékenységről a Földön, meg az energiatermelésről ugye általában, ugye azt látni kell, hogy mondjuk a, a, a globális zöld vagy, vagy, gázok, tehát ami a közlekedése felelős gázoknak a 10% a metán. Ugyanakkor a metán az a felmelegedésért 25-szörös mértékben jobban felel, mint a széndiokszid. És a metán kibocsátásnak körülbelül a felét azt az állattenyésztés során állítjuk elő. Tehát, ahogy te is említetted, a, tehát nem mi, hanem az vagy, állatok. Hát, hogy az állatok, de hogy azáltal, hogy mi állattenyésztünk, -e, eszünk, tejet iszunk, sajtot eszünk, szeretjük a jogurtot, stb. Tehát a kényelmetlen kérdés az az, hogy ahogy igen, hogy akkor ki fog kevesebb sztéket enni, hogy magyarázzuk el a franciáknak, hogy esetleg kevesebb jogurtot kellene fogyasztani, és még egy nagyon fontos dolog, hogy a, bár az állattenyésztés egy nagyon nagy szeretelnek a metán kibocsátásnak a második legnagyobb metán kibocsátás az a rizs termesztés adja. Hogy fogjuk elmagyarázni több száz millió ázsiainak, hogy kevesebb kell kellene fogyasztani ahhoz, hogy a földet megmentsük? Mielőtt tovább menjünk, nézzünk <kül> már át két dolgot. Az egyik az, amit félig említettél, tehát, hogy a a, a metán az 40-szer 25-ször, 25 bocsánat, 25-ször károsabb, mint a széndiokszid, de azért, amikor az üvegházhatási gázokról beszélünk, akkor minden széndiokszid egyenértékre szoktunk átszámolni, és akkor azt nézzük már meg pontosan, hogy azt tudom, hogy 51 milliárd tonnányi széndiokszid, vagy ezzel ekvivalens uh, gázt engedünk bele a, vagy a légkörbe per év, de hogy ez ez hogy adódik össze? Tehát melyik ágazatok felelnek, ezért azt nézzük meg az elején. Több statisztikát is láttam. Én, a, amiket én néztem, az alapján egy hangyányival egyébként még is a mezőgazdaság vezet az energiaipar előtt egy-két százalékkal. Tehát, hogy valahogy így talán a negyedek körül alakul. 25-24 százalék nagyjából azok a statisztikák, amiket én néztem. Tehát, hogy egy picivel vezet a, a mezőgazdaság az összes többi ilyen ö, tevékenység felett. És a, a, a többi? hogy alakul? Tehát az energiatermelés... Hát a másik negyede az energiatermelés, de azon az belül ipar. is még nagyon sok mindent szét lehetne bondani, meg sokféleképpen lehetne nézni ezt a statisztikát, hogy majd a közlekedés mekkora szeretet vesz ki. Én egy 2018-ban volt egy Guardian cikk, ahol azt számolták, hogy valójában az Európai Unióban a, 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 a mezőgazdaság az önmagában a legnagyobb szennyező, tehát nagyobb, mint a teljes közlekedés mindennel együtt közlekedés, mindenféle áruszállítást, hogyha összevetsz, akkor, akkor a messze. Könnyen van... nagyobb, mert a széndiokszid kibocsátás Európának az már nem materiális gyakorlatilag globális tekintetben. 8%-a az összes széndiokszid kibocsátásnak az Európai Unió. Tehát kár vele foglalkozni. Hát még ennek az egyes részkérdéseivel, de ott még szerintem kitérünk De témán. ha globálisan nézzük, akkor az energiatermelés az egész szének a körülbelül a negyedért felel, ugye? És ehhez képest mégis Azért leginkább ezen az elektromos áram termelésen lovagol most a világ, hogy ezt hogyan kéne optimalizálni. Jól érzékelem? Egy, egy picit precizírozzuk a számokat. Precizírozzuk. Tehát az energiaipar ugye nem saját maga szórakoztatására kutat, kitermel, szállít ö, elsődleges energiaforrásokat, hanem hogy ellássa a gazdaságot. Tehát bizonyos értelemben kilóg ebből a sorból. Egyébként, ha az energiaellátáshoz kapcsolódó, Uh, szennyezés nézzük, az 75 ért fele, csak azt nem a maga számára termeli, hanem az ipar, a mezőgazdaság, közlekedés, épületek, stb. Uh, az ipar önmagában olyan 5 körül van, ami meghatározóan cement és uh, vegyipar. A mezőgazdaság 18 közúti szállítás az 16, aminek nagyjából a fele az autók, amiket mi is használunk, és akkor van egy viszonylag elhanyagolható kétszázalék körüli léguti forrás, és egy annál is kisebb tengeri szállítási forrás olyan százalék körül lehet. Tehát így így, így bomlik meg, és, és ami még nagy, és amit ebben a sorban említettem, az épületek, amikben lakunk, vagy ahol dolgozunk, az is olyan 15-20 között lehet, fűtés, hűtés, vízellátás, stb. És uh, miért van az, hogy ami mostanában tényleg abszolút a, a vitáknak a fókuszában van, ez, ez, a, ez az annak a kérdése, hogy a... Az elektromos áramot miből termeljük, miből állítjuk elő, és hát látszik, hogy óriási turbulencia alakult ki. Ebből, ami 27%-a egyébként ami a Az egésznek. igen, szerintem itt alapvetően azért egy fontos kérdés ez, mert nagyon koncentrált az áramtermelés. Tehát ha ezt az egy koncentrált problémát nem vagyunk képesek értelmes módon megoldani, akkor a sokkal több, sokkal inkább szétboncolt történetet, az hogy leszünk képesek, ugye ez a kérdés. És ugye nagyon érdekes, hogy, hogy erre milyen sebessége, milyen választ adunk. Az egyik fontos állítás, hogy Hasznosak és jók a megújuló energiák, de nem tudunk tételben áramot tárolni és egészen addig, ami nem tudunk tételben áramot tárolni, addig abban az esetben is, hogy erről beszéltünk vele sokat a áron, hogy amíg nem fúj a szél, vagy nem süt a nap, akkor probléma van, akkor valamit kell csinálni. És ugye pont az idei év az egy ilyen év volt, hogy hát nem fújt eleget a szél, a Németországban 20%-kal kevesebb szélenergiát termeltek, mint egy évvel korábban, miközben a gazdasági aktivitás felpörgött, és előállt egy olyan helyzet, hogy hirtelen kellett valamiből nagyon sok áramot előállítani, Próbáltak gázból, de hát a gáz is elfogyott, mert nagyon hideg volt a tél, és akkor egy ilyen helyzetbe, hogy, hogy hirtelen most a, a nagy zöldítési törekvésnek a végpontján, a mai napokban az történik, hogy a szénerőműveket csúcsra járatják szert Európában. És akkor ez egy ugye mondhatjuk egy picit ilyen képmutató hozzáállás, hogy úgy sikerült az európai zöldítési folyamatot megoldani, hogy jelenleg sokkal szennyezőbb módon állítunk elő áramot, mint mondjuk akár 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Ebben persze benne van az a probléma is, hogy a németek úgy döntöttek, hogy az atomerőműveiket leállítják, és jövőre elméletek az utolsó két német atomblokkot, vagy atomerőművet is bezárják. Tehát ez is szerepe ennek a problémának. Ettől függetlenül az, az, látszik, hogy, hogy ezek még az ilyen erőltetett zöldítés folyamatok, amik nincsenek kellőképpen átgondolva, azok ilyen mini katasztrófákba vezetnek, amikor szembe jön a realitás, és rájövünk arra, hogy még nem tartunk ott technológiailag, hogy minden, minden kérdésre a tökéletes választ meg tudjuk adni. Ehhez a helyzethez, ami most kialakult, hogy igazából újra a szénerőműveket be kell tájítani elég nagy arányban, Szerintetek mely, mely lépések voltak elhibázottak? Most az európai energiapolitikát, ha nézzük. Hát mit értünk e e e európai energia Vagy egyáltalán, van, adt, hogy európai a lengyelek és a németek védelme égetik a, a, a szemet, miközben a franciákat még hogy... a 75%-os nukleáris súlyt is növelni akarják. Tehát, hogy, tehát két szomszédos országban ennyire eltérő energiapolitika van. Szerintem szét kell választani, hogy mi az, ami az Európai Unió szintjén zajlik, e klímavédelem, energiapolitika egyáltalán, bármiféle koncepcionális gondolkodás szintjén, és hogy az egyes nemzetállamok, történelmi örökségeként, ahol nincs sok szén, ott nyilván azzal nem nagyon lehet operálni, ahol valamilyen okból a természeti erőforrások, amelyek elsőleges energiahordozóként működnek, lásd, vízenergia, norvégoknak nincs szüksége a saját olajukra 100%-ban exportálni, hiszen a víz adja a 98%-át az energiamixnek. Tehát, hogy természeti, történelmi, társadalmi, gazdasági eltérések miatt nagyon eltérőek a, a hívjuk jobb szó, ilyen energiapolitikának, Energia Mixnek, energiafelhasználásnak vagy termelésnek az egyes országokban. Um, lehet, hogy azt kéne, hogy először akkor nézzük meg, ha és amit tudunk, az, hogy működik az Európai Unió szintjén stratégia, koncepció mentén, szabályozásban, és utána egy-egy példát ki lehet ragadni. Szerintem a németet mindenképp érdemes, mert az a teljes agyhalottságnak a ez a akkor az néz... neki é, vagy. Azt mindenképpen. <laughs> akkor mit, mit tudunk... Közös Európai Uniós Na, energiapolitikai szabályozásra, vagy arról, vagy létezik egyáltalán ilyen? Vagy erről mit tudunk most mondani? Nekem Bocsánat, nekem az jut eszembe, hogy, hogy valójában az, az EU, én, én úgy értelmezem, hogy az EU lemaradt a, a digitális forradalomról valahogy a 2000-es évek elején, és ez azóta is próbálják valamilyen módon kompenzálni, és az lett a a gondolat, hogy akkor ebben az zöldítésben kell az EU-nak élen járnia, és utat mutatni, a, a, a fényt mutatni a, a sötétségben szerte a világban, és ö, ennek egész, nyilván ez az energiapolitika, amit ma látunk, egy elég eklatáns példája, hogy ez mennyire nem megy, hogyha valamit nagyon erőltetnek, de nekem van egy másik példám, hogy nagyon ö, hát nem azt mondom, hogy nem szeretek, de, de látszik az, hogy a 2000-es évek elején elkezdték az autóknak ugye a környezetvédelmi normáit szigorítani, mondjam, az au, a motoroknak a, a, a normáit szigorítani, és ugye egyetlen dolgot néztek, hogy az autó kibocsátása az az hogyan alakul, és hogy lehet ugye minél jobban lecsökkenteni. Elkezdtek szigorítani, erre a német autógyártók kitalálták, mivel csak ezt az egyetlen paramétert nézi az EU, ezért elkezdtek akkor dízelautókat elterjeszteni szerte Európában. Ezt azt kell tudni, hogy dízel személyautózás csak az Európai Unió területén létezik, se Amerikában, se Ázsiában, se más út a más világon ezt a technológiát nem sikerült meghonosítani. Egészen egyszerűen azért, mert tény, hogy a dízelautó a széndiokszidból relatíve kevesebbet bocsájt ki, de nitrogén dioxidból és ilyen apró részecskékből viszont jóval többet. És... Uh... És hát ez a képmutatás, ugye milyen jól néz ki az, hogy tisztítjuk az autókat, és ugye egyre-egyre tisztább a, a levegő. Ehhez képest a valóság az meg az lett, hogy az Európai Unió területén most több tízmillióan e, dízel személyautó működik, amiről tudjuk, hogy sokkal környezetszennyezőbb, mint hogy hagytuk volna eleve benzinesen megvásárolni ezeket az autókat. <coughs> és ugye ennek, egy, ennek, van ugye egy ilyen, mindig, mindig, az ilyen problémák, azok mindig egy válságban csúcsosodnak ki, hogy ez a Volkswagen-féle dízelbotrány az, amiben ez kicsúcsosodott, amikor Amerikában is megpróbálták ezt a technológiát átvinni, és ugye neki ütköztek a falnak ezzel, és ugye több 10 milliárd eurós büntetés lett a vége. Úgyhogy én ezek azok a pontok, amik, ahol azt látom, hogy ha valamit nagyon erőltetünk, és nem átgondolt módon tesszük, akkor az, az valójában még a végén rosszabb eredmény szül annál, mint ami az eredetileg egyébként helyes, és azt gondolom, hogy általunk támogatott szándék is. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az a jó persze, ha egyre tisztább a levegő, meg egyre ö, sikeresebbek vagyunk abban, hogy a földet úgy adjuk át az unokáinknak, hogy tényleg az egyre tisztább. De ezek a kezdeményezések, legyen az akár ez az energiapolitika, ami azért szintén nem teljesen egységes, vagy akár az autó környezetvédelmi normáinak a szigorítás, ezek mindig olyan, olyan, olyan esettanulmányok, amelyekről majd lehet, hogy 10-15 év múlva ben lesznek az egyetemi versenyeken, vagy esettanulmányok, amik azt bizonyítják, hogy ha valamit nem jó gondolsz, hát és nem jól szabályozol, akkor végén nem azt az eredményt kapod. És hogy az a viccesebben az egészben, hogy mindeközben az Amerikai Egyesült Államokban, ahol közel sem voltak ilyen szigorú normák, jött egy ilyen Elon Musk nevű faszi, aki egyébként a 2000-es évek elején keresett egy startupon 200 millió dollárt, 100 millió dollárból megalapította a tehát a másik 100 millió dollárból megalapította a SpaceX-et, és van egy olyan technológia megírásuk, ami nem biztos egyébként, hogy megoldja a közlekedés minden problémáját egyébként, ami, a, ami a, a kibocsátást illeti, de hogy legalább nekik van egy versenyképes alternatívájuk, amihez nem kellett lényegében állami pénz. És szabályozás sem, csak egy normális környezet, ahol a vállalkozók tudnak vállalkozni, a befektetők tudnak befektetni, és normálisan működni. Attila, most kinyitották körülbelül négy ajtót, itt az elmúlt <laughs> három percben. Jó nagy becsapó. a húzat. Egyet egy ára, jó? Egyet, Egyet csapjál be! kinyitott ajtó közül. Szerintem az a közös ezekben a szabályozási tévutakban, legalábbis az Európai Unióban biztos, hogy van mögöttük egy küldetés tudatos szabályozási düh. Sajnos van egy szociológia értelemben körülhatárolható, Hiperbürokrácia az Európai Bizottság alatt működő főigazgatóságokra és egyéb szervezetekre gondolok, akik ágazatoktól függetlenül, lép szakpolitikai területeken szentül hiszik, ismerek ilyen embereket, szentül hiszik, hogy valamilyen tekintetben erkölcsileg és intellektuálisan fölötte állnak a piaci szereplőknek mindenképpen, de akár a tudományos kutatóműhelyeknek is, és hogy nekik az a dolguk, hogy megváltsák a világot. És ha ebből a pozícióból kezdesz el szabályozást írni, akkor nagyon könnyen elad magad olyan helyzetben, hogy igazából nem hallgat senkire, nem vitatkozol senkivel, majd te tudod, kiadod, aztán meg kell csinálni, és mindenkinek jó lesz a a dízelautókkal kapcsolatos szabályozási mizéria kapcsán van egy fontos dolog, ami lehet, hogy csak nekem fontos, de szóba hozom. Úgy, úgy értékel egyebek között a fogyasztás csökkentést az egyre fejlettebb dízelautókkal, hogy megnövelték a befecskendezési nyomást a motorok égésterében, és ezáltal megnövelték, de több nagyságrendel az úgynevezett nanorészecskéknek a számát, amit nem szűr ki semmilyen részecske nagyon kevés a laboratórium van, ahol egyáltalán mérni tudják, hogy ennek mekkora tömege jelenik meg a kipufogógázban, de azt biztosan tudjuk róla, hogy gyönyörűen átszalad az érfalakon, és belülről nem kell a, a feltétlenül e, megküzdeni vele a nyálkahártyáinknak, mint a nagy részecskékkel, nem szépen tönkretesz bennünket. Meg volt a jó szándék, csökkentsük a széndiokszid kibocsátást, pont a személyautókkal, amik nagyon kis részért az össz kibocsátásnak, és ennek keretében megkínáltak minket a nanorészecskékkel, meg a csaló szoftverekkel, ahogy mondtad. Igen. De egyébként visszatekerve az időkereket, hogy nyilván nem lehet, egyébként mi lett volna a jó megoldás? Tehát Hagyni az egészet. Tehát egy európai ö, ö, szabályozó szempontjából. Mit kellett volna csinálni, vagy mit kellett volna más? Én sérén, azt gondolom, akkor az lesz jó szabályozás, az szabályozás hogyha az tökéletes, hogyha van egy erős politikai akarat, meg jó, hogyha vannak elkötelezett hivatalok, meg bürokraták, de akkor lesz jó szabályozás, hogyha bevonják a szereplőket, együttműködnek, és akkor egy fenntartható, és racionális stratégiát dolgoznak és amentén halad minden szereplő. Hogyha van a küldetés tudatos szabályozó, és a mindenki más bűnözőnek tekintett közönség, akkor abból előbb-utóbb valamilyen mizéria lesz csak. És azt is érdemes végig gondolni, hogy, hogy, miért van az, hogy az Amerikában sokkal magas a GDP-re vetített K plusz F kiadásoknak az arányát a kutatás fejlesztése fordított összeg úgy is, hogy valójában ez sokkal kevésbé tolják Amerikába így direkt módon. Tehát ez mert ugye ez ugyanoda vezet vissza, hogy az innováció. Én azt gondolom, hogy egyébként a környezetvédelem legtöbb problémáját az innováció lesz képes megoldani, a technológiai fejlődés. Úgy fogunk tudni előrébb jutni idővel, az egészen biztos. Ezt kellene talán valamilyen módon serkenteni. Most megjegyzem Amerikában, mintha kezdenének belejönni ebbe a küldetés Szabályozásba, pont az elektromos autók nagyon is erősen támogatott kormányzati propagálása keretében. Oké, okay, hogy úgy jött létre az egész Textiles hogy nem volt benne állami támogatás, de ahogy most megpróbálják felcsavarni az elmúlt években az elektromos autóknak a térnyerését, abban már van van állami akarat. Most ebből egy picit nekem úgy jön le, hogy, hogy, hogy ebbe az egész Környezetvédelmi normák kialakításában az Európai Unió több kárt csinált, mint amit használt. Vagy ez, ez, ez egy túlzás? Hát ugye. Vett, Vagy mond... mi volt a baj ezzel? Mondtad az elején ezt a példát, Vagy ez a, a technőssel, a... ahogy a szívószál ö, problémájával, hogy hogy most a napjainkban ugye olyan hírek jelnek meg a sajtóban, hogy cellulóz hiány van, papírhiány van szert Európában. Egész egyszerűen azért, mert az emberek, mert ugye megszünt, beszüntették a műanyag csomagolóanyagokat, úgy, így például a műanyag is. De hogy az emberek igénye az iránt, hogy csomagoljanak, hogy az árut valamilyen módon elvigyék a boltokból, az nem szűnt meg. És uh, akkor mi történik? Akkor műanyag helyett Papírba fogják ugyanazt a dolgot becsomagolni, és hát akkor az fog történni, hogy nagyon-nagyon sok száz hektárra több fát fognak kivágni szerte a világon azért, hogy ezt az igényt kielégítsék. Tehát szerintem a, a, a szomorú, és ugye amit, a, amit az ellen is beszéltünk, hogy hogy a, a nehéz kérdéseket kell feltenni az embereketnek, és az igényeket. Tehát nem a le lehet gyűrni a globális energiavállalatokat, de amíg ugye szeretnénk világítani, meg a telefonunkat feltölteni, addig, addig valamilyen, tehát én azt gondolom, hogy az igény oldaláról kell ezt a kérdést megközelíteni, tehát máskülönben ez, ez a probléma ki fog ütközni itt ott, ott, tehát amíg ilyen módon élünk, mert ugye a környezet terhelés, mert a környezeti problémákat mi magunk okozzuk a létünkkel, hogy vagyunk, hogy fogyasztunk, hogy elmegyünk megtankolni az autót, hogy becsomagoljuk az ajándékot, stb. Tehát ezek mind mi vagyunk, tehát valójában mi okozzuk a környezetszennyezést, nem valami gonosz energiavállalat, ami nem, távoli múlti az, aki miatt a környezet terhelve van. Áron, bocs, mondhatok még valamit? Bárki bármit mondhat, és majd Gyurit meg akarom kérdezni, mert az előbb azért tett egy olyan Kis grimaszt, amire láttam, hogy egy picit lehet, hogy erős irányba vittem, mint a melyik ajtóhoz kapcsolódott. <laughs> hát, ö... Szóval egy azt lesz, szerintem lesz, az, az tényleg erős. Vissza fogok vinni az eredményt. Azt mondani, hogy, hogy ami az Európai Unióban környezetvédelmi vagy energiapolitikai szabályozás terén történt, az több kárt csinált, mint hasznot, nem. Az Európai Uniónak a igen, Lokális itt láttam. megtisztítása. Ennél a, ennél a láttam, Gyuri, a te is egy kis Ez, erősebb Ezt most Krisztián megválaszolja. igen, valami. tehát itt fantasztikusan jók az életfeltételek számunkra, és általában más élőlények számára, és ebben óriási szerepe van a szabályozásnak. Más kérdés, hogy annak a gazdasági aktivitásnak, meg társadalmi létezésmódnak, életmódnak, amit mi fenntartunk továbbra is Európában, annak vannak olyan környezetkárosító komponensei, amiket exportáltunk, kitoltunk a világ más részébe, és ott szépen szívják. És ráadásul után még meg is dorgáljuk őket, hogy Ej, de csúnyán szennyezitek ti ezt a bolygót, miközben a jelentős részben mi fogyasztjuk el azt, amit ott környezetkárosító módon megtermelnek. Na, erre az exportra mondjatok még példákat. Gyakorlatilag szinte minden, ami a hagyományos iparból áttelepült az elmúlt évtizedekben nagyrészt Ázsiába, annak ez a mechanizmus a környezetvédelmi szempontból, hogy a saját szemetünk, ipari szemetünket és egyéb iparágak által hozott környezetszennyezést átraktuk az olcsón termelő ázsiai országokba. Ugye nem az volt a cél, hogy a szemetet rakjuk át, hanem hogy olcsóbban termeljünk, de sajnos elkerülhetetlenül átraktuk a környezetszennyezést is. Tehát minimum itt is van egy ilyen hipokrita hozzáállás, hogyha azt akarjuk számon kérni, nyilván a legnagyobb környezetszennyező Kína esetében, hogy mérjen a bármilyen mutatót, bármilyen mérgező anyagot nézzünk, az élvonalban van. A, 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 kibocsátása, akkor igazából ezt úgy lenne igazságos nézni, hogy mennyi az, amit ők saját maguknak állítanak elő, az az ő szemetük, amit a mi kedvünkért olcsón előállítanak ott, majd utána nem kevés környezetszennyezéssel át fuvarozzák hozzánk, az tulajdonképpen legalább annyira tekinthető a mi saját környezetszennyezésünknek, mint az övéknek. És rásul, ha egy főre vetítjük a környezet károsítást, akkor messze nem Kína vagy Műk India vezet, hanem továbbra is a, a fejlett világ. Csak úgy, sokan élnek. És hát ehhez kapcsolódik akkor a második kérdés, hogyha meg akarjuk ezt szüntetni, vagy csökkenteni, akkor ki fogja azt elmondani annak több millió Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában élő embernek, hogy hát sajnos ők nem érhetnek európai életszínvonalon, mert azt már nem bírja el a Föld. Későn jövök, állj. Igen, a, a, olvastam egy statisztikát erről, hogy ugye, ugye jelenleg napi 100 millió hordó kőolajat termelünk ki, ez a 100 millió hordó, az energiaigényünknek egy igen jelentős része. Ha azt akarjuk, hogy a Földön az összes ember ugyanolyan életszínvonal éljen, mint, mint Európa, akkor, akkor ezt a 100 millió hordót 300 millióra kellene emelni. Ez ötbenetes benetes szám. Tehát, és nyilván, amikor tegnap volt ez a, ez a G20-as csúcs, ahol beszéltek arról is, ugye kritizálta mindenki Kínát és Oroszországot, hogy ők nem voltak olyan lelkesek ebben ezen a, ezen, a, vitán, akkor azért ezt érteni kell, hogy, hogy hazamenni és azt mondani egy ilyen csúcsol több millió kínainak, hogy már pedig számukra az európai életszínvonal nem elérhető, hogyha 2050-en ma nem szeretnénk több széndiokszit a föld légkörülbe eregetni, ez egy azért elég kemény szituáció. Tehát akkor azért azt, azt mondjátok mindannyian, hogy a legnagyobb álszentség az a fejlett világon ülők részéről azt mutogatni a, tehát a, a, a Kínára és a fejlődő világra mutogatni, hogy ők a nagy szennyezők. Hát mindenféle újabb mutogatás szerintem, álszentség, meg, meg szemforgatás, tehát ugye az Aproponk, az a cikk volt, amiben ugyan nem azt akartam elmagyarázni, hogy miért nőnek a gáz és elektromos árak, még csak az sem, hogy az ESG mozgalom az valamilyen kártékony, alapokra vagy elvekre épül, hanem azt a furcsa párhuzamot bemutatni, hogy volt két nagy sztori hetekig az újságban, az egyik az energiárak hirtelen váratlan megugrása, a másik a kínai, és most már nem csak Evergrande, de hanem legalább három-négyről tudunk, hogy gyengelkedik, és valószínűleg a nagy részük gyengelkedik, legalábbis pénzügyi szempontból. Tehát miközben a pénzügyi világban egy sajnálatosan gyorsan terjedő hipokrita Mozgalom alakult ki, hogy nem finanszírozzuk a hagyományos foszilis energiahordozókat, kitermelő kutatószállító célkát. Egyébként boldogan finanszírozzuk direkt vagy indirekt módon azt az ipart, ami ugye az építőipar, az annak beszállító egyéb iparok, maga a szállítás és energiaigényen keresztül a legnagyobb környezetszennyező tevékenység a Földön, és mivel másfél milliárd ember lassú urbanizációjáról beszélünk Kínában, és hasonló mennyiségű ember lassú urbanizációjáról Indiában, ez évtizedekig fenn fog maradni. Tehát, hogyha azt gondolja a világ, hogy ez rendben van, de egyébként ezeknek mondjuk ne szállítson energiát egy foszilis energiahord,

akkor egyrészt ez hülyeség, másrészt tényleg egy abszolút képmutató magatartás. És emögött az van, amivel felütötted a beszéltést, hogy van egy ilyen vágy az új mutogatásra. És nincs értelme. Tehát végmentünk rajta, hogy minden gazdasági ágazatnak, még azoknak is, amelyeket ilyen aranyosnak, meg barátságosnak tartunk, hiszen az élelmünkről szól, mint mezőgazdaság, brutális környezetszennyezéssel jár. És egyébként, hogy mennyire magas ez a környezetszennyezés rövid távon, például attól függ, hogy mi a fogyasztási kultúránk, fogyasztási szokásaink, itt fölmerül.

Együnk kevesebb sztéket, nyilván ez nem harmadik világbeli probléma, de a harmadik világnak megvan a saját problémája. Van, ahol sajnos az a probléma, hogy van -e elég élelem, vagy egy adott pillanatban van -e elég élelem, van, ahol pedig már az a probléma, hogy szeretnének jobb, magasabb életszínvonalon tápláló étrend, egészségesebb étrend mellett élni. És hogy az talán az Attila mondta, hogy ki fogja nekik megmondani, hogy srácok, ti már nem fértek bele itt a klímavédelmi egyezményekbe, inkább halljátok éhen. Sajnos egyébként az a, az a probléma, probléma, hogyha egy család szintjén megnézed, hogy mivel mennyit spórolsz környezetterhelésben, akkor csökkentheted a vízfelhasználásodat, a, a műanyag felhasználásodat, mindent megtetsz, ami a hatalmadban van, hogy a recycling felé legalább, amit már úgyis elfelezt, azt visszakerüljön, és minél kevesebb környezetszennyezés mert újra feltűk használni. Letekerheted a termosztátot, nem sorolom a legnagyobb környezetszennyezés, és tudom, hogy ez csúnyán fog hangzani, és ennél kevésbé csúnya dolgokat is szeretnek félreérteni az olvasók és hallgatók időnként, az Igen. az, hogy egyel kevesebb gyereket válasz. Mert az ökológiai lábnyomunk az a miénk, tehát az a 8 milliárd embernek az ökológiai lábnyoma, egyszerűen túl sokan vagyunk a Földön, és ez a túl sok ember ezen az életszínvonalon ahol most tartunk, tehát nem beszélünk arról, hogy jön be újabb 1-2-3 milliárd ember a, középosz, a világ középosztályába, és az bizony azzal jár, hogy 300 millió hordó olaj, nem tudom hány milliárd tonna szén, stb. stb. Ez, ez megállíthatatlan, egy dolog tudja megállítani, ha sikerülne elpusztítani. A, a, hát a Földet nem tudjuk, ahhoz azért mi se vagyunk elég hatalmasok, de saját magunkat adott esetben akár igen de ezt nem kéne megvárni nyilván. Tehát emiatt nem kérdés, hogy minden törekvés, ami észszerű, racens alapokon nyugszik, van egy jó párbeszéd uh, a szabályozás és a piac között, és ebből jönnek, és a tudomány részvételével, és abból jönnek lépések, amelyek megpróbálják ezt a 2050-es célt elérni, az azt gondolom, minden racionális, normális ember azt gondolja, hogy ez követendő, ez helyes. Csak azt tegyük mellé, hogy mi az, hogy mi személy szerint, vagy korporatíve egy intézmény, egy cég, egy ország megtesz ennek érdekében, tehát az új semmit nem fog megoldani. És akkor visszatérve Európához, és azért, ami már picit érintettük, és azért oda menjünk vissza, a, a, az, a, a, annak a kihetetlen nehézsége, hogy majd Európában valamiféle energiapolitikáról beszéljünk, mert ezek szerint azért nem nagyon lehet, amíg mindenki mással szeretné ezt elhajtani. ott ott melyek azok a legemblematikusabb baklövések, amiket az elmúlt időszakban láthattunk. A legnagyobb jóindulat mentén is tegyük hozzá. Hát ugye az elefánt a szobában az a német energiavende, ami éppen tavaly ünnepelte a 20 éves születésnapját, és azt kell róla tudni, hogy céljaiban természetesen egy nagyon tiszteletreméltó próbálkozás, hogy drasztikusan, bár a 20 év nem nevezhető rövid időnek még történik távolodban de hogy viszonylag rövid idő alatt csökkentse a környezetterhelést. Most, hogyha megnézzük, hogy mi történt az a 20 év alatt, akkor a, a foszilis energiahordozókból nyert energia felhasználás az 85 ra esett le. Ugye nem volt 100 már a kiinduló pontom sem, tehát pár százalékos csök, pár százalékpontos pontos csökkenés történt a foszilis energiafelhasználásban, miközben az alternatív energiafelhasználásban pár százaléknyi növekedés. Ez 20 év eredménye. Mondhatnánk, hogy akkor ez a realitás, csak akkor fogadjuk el, hogy ez a realitás, Uh, uh, ennyit lehet elérni 20 év alatt, lehet, hogy picit többet is. Igen, ám de mi volt az ára itt? Az előbb már szóba került el a Amerikában nem jött létre se föderatív, sem állami szinten targetált, tehát valamilyen célkitűzéshez, célkitűzés rendszerhez kapcsolódó klímaszabályozás. Létrejöttek különböző területen, különböző szabályok. Kalifornia egyébként él, élvonalbeli például a személyautók környezetszennyezésének a korlátozásában. Ez messze Európa előtt jár. Ö, tehát nem azt jelenti, hogy nincs szabályozás. De Kalifornia államnak nincsenek olyan targetjei, mint például a német energiavendének voltak, vagy amilyenek felsejlenek az európai szabályozásba. Tehát egy picit pragmatikusabb a gondolkozás, hogy kezdjük el, szabályozgassunk, nézzük meg, hogy hogy működik, és megyünk a piac után. Hol ráerősítünk, hol visszalépünk, vagy éppen párbeszédet kezdünk, ahogy Christian mondta, azt szerintem mindig segít hogyha időnként megállunk és leülünk megnézni, hogy ki mit gondol arról, hogy mit értünk el. Tehát van egy filozófiai különbség az amerikai és az európai szabályzásban. az amerikai elkezdi kicsibe, és aztán hozzáigazítja mindig a való élethez. A németeknek indultak egy nagy menetnek, húsz évig tartott a menet, szabad szemmel lényegében érzékelhetetlen előrelépés történt, ami nem azt jelenti, hogy nem értékelendő, de sajnos nagyon kevés, főleg a 20 évhez képest, hiszen mostantól 2050-ig már nincs 30 évünk egy ennél lényegesen nagyobb feladatnak az elérésére. Ugye nem pár százalékkal, hanem százzal szeretnénk csökkenteni a nettó kibocsátást. Ugye ez, ez bruttó és, és, és mondjuk carbon capture vagy más módszerekkel visszavont vagy kivont szennyezésnek az eredőjéről beszélünk. Tehát ez a 20 és a 30 év, ez nem egy nagyon eltérő távlat, és, és, és ezt a realitást figyelme kell. A másik viszont, hogy a német fogyasztó ennek kemény árát fizette meg, tehát hogyha megnézzük az energiaárakat, akkor a német uh, kiskereskedelmi energiaár az másfélszerese a franciának, és két-háromszoros a, 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 az amerikainak. Uh, persze, hogyha nem a fogyasztó fizeti meg, akkor az adófizető meg a fizető fizeti meg, az is nagy részt lefedi ezt a, ezt a... Tehát itt nem az a kérdés, hogy kivel fizetessük meg, az is nagyon fontos kérdés, de a, a mi diskurzusunkban ebben a pillanatban az a fontos kérdés, hogy mit értünk el egy ennyire drága és ennyire mellett megoldást ö, erőltetve. És igazából nem sokat. De most az, hogy hogy megy a szén ezerre, de nem csak a szén, hanem a lignit, ami sokkal környezetszennyezőbb, és amiről már korábban a blogon értekeztünk. De közben leállítjuk egyébként még a megújulóknál is kisebb CO2 kibocsátású nukleáris erőmeket, hiszen már mennek. Nyilván, hogyha az egész életciklusokat mérjük fel, akkor ez így nem igaz, de mivel már mennek, ezért már megtörtént a környezetszennyezés a beruházással. Tehát jóval alacsonyabb a nukleáris reaktoroknak a CO2 kibocsát, vagy CO2 egyenértékesre elfordított kibocsátása, még a szélnél is, ami jóval alacsonyabb, mint a nap, és természetesen jóval alacsonyabb, mint a földgáz, meg a szén. Tehát ezeket leállítjuk, és mint a legszennyezőbbek, azok még 2030-ig biztos, hogy működni fognak, ezt pedig már épp fel se tudjuk érni. Tényleg ezt, én, ezt nekem nem tudja senki itt Tehát azt gondolom, hogy, hogy amit Németországban energiapolitika és klímavédelem házassága kapcsán látunk, az egy ilyen horror történet. De lehet, hogy én vagyok alul informált, és nem vettem észre a titkos nyerességeit ennek a hadműveletnek, akkor majd biztos, hogy fogunk kapni kommenteket, amelyek elmagyarázzák. Ezt érdemes talán hozzáfűzni, hogy bár ez egy nagyon tudatos folyamatnak tűnt az energivende, amiben az említett célokat mereven és kitartó munkával végül is elérik, de ennek egy nagyon fontos komponens, utólag a komponensének tűnő része, az atomerőmek leállítása, ez nem tartozott hozzá eleinte, ez a fukushima katasztrófa és annak a politikai hisztériává változása kellett, ami tényleg egy, egy épésszel felfoghatatlan szörnyűség. Lehet azt gondolni, lehet emellett józanul érvelni, hogy az atomerőm egyszerűen túl veszélyes, vagy egyszerűen kiszámíthatatlan. Mondjuk nem tudjuk kiküszöbölni, erről beszélhetnénk hosszan, tehát nem lesz zsinóráram, nem tudjuk megújulókkal, meg semmi mással helyettesíteni e, reálisan, de amellett lehet érvelni, hogy, hogy kiszámíthatatlan kockázata, ott volt a nagyon biztonságos Fukushima erőmű jött, egy másfajta tengerrengés, mint szokott, és rendben van. De abban az országban kikapcsolni a rendszerből a működő atomerőmeket, aminek a szomszédjában 56 atomreaktor van. Franciaországban, a második legtöbb a világon, ez képtelenség. Tehát német választók milliói vannak, akikkel sokkal közelebb van a legközelebbi francia atomerőmű, mint volt valaha német atomerőmű. Tehát biztonsági okokból egy, egy hirtelen, uh, hisztérikus állapotba került politikai közönségnek játszva egy ekkora uh, horderejű változással kisiklatni ezt az energiapolitikai stratégiát, az, az tényleg... Uh, olyasmi, amire csak azt lehet mondani, hogy épésztál felfoghatatlan. Nyilván ennek a hosszú távú következménye abból a szempontból érdekesek, hogy ilyen áramárak mellett, meg ilyen gázárak mellett, amit most emiatt Európában látunk, mennyire lesz hosszú távon versenyképes az európai ipar, meg az európai termelés, az európai vegyipar, a mezőgazdaság és minden egyéb általában, hiszen mindenhez, ahogy beszéltük, energia kell. A másik dolog, amit még gondoltam, megemlítek, a Gyuri említette az amerikai példát, annyit kell tudni, hogy az amerikai példa szerintem azért nagyon érdekes, mert ahogy mindig mondtam, ott a kutatásfejlesztés valahogy mindig előbb meg a problémákat, mint a politikusok. A, Donald Trump ugye nagyon erősen támogatta, hogy a szénbányákat azokat újra kell nyitni, megújítani, stb. Ehhez képest az ő elnökség alatt sokkal több szénbányát zártak be, mint előtte korábban bármikor. Ennek egész egyszerűen az a praktikus oka, hogy Amerikában beindult a gázkitermelés, ez, a repesztett gáz technológia, ez elterjedt. Ez is egy kutatásfejlesztési innováció Köszönhető egyébként, és rengeteg gáz lett, és annyira olcsó lett a gáz, hogy ez teljesen kiszorította a szenes alapú áramtermelést. Hát még nem teljesen, de óriási nagyot nőtt a gáz alapú áramtermelés az Egyesült Államokban, és ugye a gázról azt kell tudni, hogy jóval kevésbé környezetszennyező, mint a szén. Tehát egy egyszerű technológiai innováció megoldotta azt a problémát, hogy Amerikában ma jóval kevesebb szénerőmű és egyébként szénbánya üzemel, mint mondjuk 5 vagy 6 évvel ezelőtt. Pellengére voltam vonva a múltkori Igen. telexes cikk kapcsán, hogy én abban láttam a problémát, az energiára emelkedését nézve, hogy csökken a finanszírozása a foszilis energiacieknek. Szó sincs erről, aki elolvasta a cikket, tudja, hogy nem erről írtam. Viszont most már hetek óta figyelve a híradásokat az energiaár hirtelen robbanással kapcsolatban, egy nagyon fontos témát nem nagyon láttam benne exponálódni, ez pedig a tőzsde szerepe. Tehát ugye, amióta én visszatok emlékezni, a, a kőolaj az egy árutősdei termék volt, méghozzá egy meghatározó. Tehát, hogyha az ember fölnézett egy screenre, vagy megvette a lapokat, akkor látta, hogy Tau Jones, mint én, dollár árfolyam, arany, olaj, körülbelül itt a szent négyesség. <kül> Ma már ugye bitcoin és társai átveszik a trónust többektől, de amit biztos, hogy nem látott senki, hogy világpiaci ára lenne a földgáznak, hiszen nincs, világpiaci ára lenne az elektromos áramnak, hiszen nincs, vagy most már vegyük ide a kvótákat, amelyeknek szintén nincs világpiaci ára, vagy nem régóta van egyáltalán tőzsdei kereskedelme. És hogyha ebbe a kontextusba elkezdjük nézni, hogy mi történt Európában, akkor azt kell látni, hogy abban a pillanatban, hogy egy termék Bárki által szabadon kereskedhető, és nem csak a szakma használja arra, hogy valóban leszállítson vagy fedezze a szállítási igényeit. Ha kinyílik a, az ajtó a szónak nem a rossz, hanem mondjuk azt, hogy a nemes értelemben a spekulációra, befektetésre, hedgelésre, bármiféle egyéb tevékenységre, akkor ez a piac sokkal nagyobb lesz, mint amekkora a mögötte levő valós energia tömeg, amivel kereskünk legyen az hordó kőolaj, vagy köbméter gáz, vagy tonna szén. És ezzel nincs is semmi gond, hogyha ez megfelelően szabályozva. És most nem biztos, hogy bele fogunk tudni menni abba, hogy ez hogy van szabályozva, de amit érdemes látni az az, hogy a világ devizapiaci forgalma az nagyjából egy hét alatt tudná fedezni a világkereskedelemhez szükséges összes devizatranszakciót, tehát 51 héten keresztül lényegében, és most nagyon lehetszüstek, spekuláció zajlik. Nem ennyire durva a kép az energiapiacon, de a szinte nulláról haladunk, egy nagyon erősen a pénzügyi világ által és egyre kevésbé az energiapiaci részvevők által kontrollált, dominált, kereskedett képhez. Na most, hogyha én egy hedge fund vagyok New Yorkban, ránézek egy pillanatra a Concord podcastra, hiszen mi más volt, értekezhetnék és tanulhatnék az európai energiapolitikáról, energiapolitikával kapcsolatban, és hallom mindazt, amit mi most itt elmondtunk, vagy elolvasom a podcastról, akkor azt mondom, hogy hát gyerekek, itt van egy lehetőség, úgy tűnik, hogy itt lesz valamikor, előbb vagy utóbb lesz egy, egy, egy egyensúly hiánya az európai energiállátásban, és akkor én szeretnék ezen keresni, hogy elkezdek long pozíciókat fölvenni. Nyilván kezdem a kőolajjal, aztán veszem az energiacélket, de én egy ilyen konosször vagyok, ezért belemegyek egy picit ilyen izletesebb dolgba is, veszek kvótákat, Veszek határidőre mondjuk elektromos áramot Európában, gáz, stb. stb. és nézem, hogy szépen milyen klasszul alakul az én pozíciómnak szinte mindegyik pontja. Na most ugye ezt látja más is, aztán más is, aztán más is, tehát, hogy szépen működik az a mechanizmus, amit a tőzsdén mindig látunk, és hogyha valaki ránéz néhány ilyen grafikonra, akkor nem fogja tudni eldönteni, hogy a tesla látja, vagy az európai gázárat, az európai elektromos árat látja, vagy egy mém részvénynek az árfolyamát. Tehát, hogy ugyanaz a pszichológia működik itt is, azon túl, amit elmondtunk energiapolitikai szabályozásról, klímavédelemről, Európai Uniós jó és rossz döntésekről, egyszerűen a hétköznapok sztoria zajlik tőzsdei termékekben. De, de akkor hogyan lehet? távolabb tartani a tőkepiacot, vagy egyáltalán kell-e? Isten. Távolabb is. tartani a tőkepiacot. <laughs> no, tőkepiacot. No, nekünk <laughs> nincs érdekünk, hiszen <laughs> nem kereskedünk. Hogy, hogy árammal, hogy akkor, megint, és megint a spekulánsokra lehet mutatni, hogy ők rontották el az egész. Ők azt mutatják meg, hogy hol rossz a szabályozás. Tehát ahol azt Úgy fogjuk hol van látni... Bizony, tehát, tehát, um. és itt jön elő az amerikai, azt hogy kezdjük el, csináljuk, adjunk valami keretet, és aztán a piac mozgásából látni fogjuk, hogy hogyan kell szabályozni. Szemben az, hogy még nincs semmi, de jól lesz szabályozzuk, ami biztos, hogy nem lesz jó. Tehát kizárt. Tehát tapasztalat nélkül szerintem nem lehet semmilyen folyamatot jól szabályozni. És most itt azt kell látni, hogy van egy jó hír, Európában minden döntéshozói központba foglalkoznak az energiárakkal, és előbb vagy utóbb erre is rá fognak jönni, amit én most az előbb elmondtam, és reméljük, hogy nem úgy fogják szabályozni, hogy egyébként úgy reflexből szokták, amiről a Krisztián is mesélt, hanem talán olyan döntések is fognak születni szabályozási vonalon, amelyek meggátolják ezeknek az egészen extrém áringodás, áringodazásoknak a kialakulását, vagy tompítják ezeknek a hatását a hétköznapi fogyasztókra, a hétköznapi energiapiaci működésre, hiszen ezzel és erre nincs felkészülve senki az energiapiacokon. Egy-két olyan profi, commodity trader céget leszámítva, amelyik évtizedek óta ebből él. Nekem egy kérdésem van a Krisztiához, Na. Mert hogy mindig, amikor az energiapiacról beszélünk, akkor a, az egyik közkedvelt magyarázat az, hogy az oroszok szórakoznak itt az európaiakkal valójában, és hogy ez az egész egy orosz összeesküvés elmélet. Mit látsz ebben? Érdeke az oroszoknak, hogy négyszer annyira adjanak el gázt Európában, mint az elmúlt öt évben bármikor? ha hosszú távon tudnák csinálni, akkor persze érdekük lenne, de pontosan tudják, hogy nem tudják hosszú távon csinálni. <coughs> Nyilván van egy orosz szála ennek a mostani európai energiakrízisnek, de az oroszok ebben nem főszereplők, hanem, hanem inkább csak mennek az események után, és próbálják, amennyire lehet kihasználni a helyzetet. De én úgy látom, hogy nem ostobán, tehát nem arról van szó, hogy kicsavarják az európai vevőikből az utolsó eurocentet is a a többletgáz mennyiségért, amit most kérnek tőlük. Éppen fordítva van. Tehát európai döntéshozók rontottak ebben a kérdésben. Az oroszok egy nagyon megbízható szállító partner imázsát építették föl magukról évtizedek alatt, és ez nem is a Szovjetunió széthullása után, meg a hidegháború vége után kezdődött, hanem már jóval előbb. Tehát a, a, a német orosz, német, szovjet energiaipari, először olajipari, aztán gázipari együttműködés, az egy hihetetlenül olajozott együttműködés, mindig is az volt. Tehát a 20 évektől igaz ez, tehát világháborúnak kellett ahhoz lenni, hogy legyen legyen kis szünet. 60-as évektől ez már gyönyörűen visszaépült, ugyanilyen amerikai fenyegetések meg szankciók hatása mellett, mint amik most is jellemezték ezt a folyamatot a, a Nord Stream 2 megépítése kapcsán. Tehát az oroszok ebben az egyben tényleg nagyon megbízhatóak voltak mindig. Ők kapnak pénzt, máskor technológiát, technológia kritikus iparcikkeket, ők pedig adják az olajat és a gázt. Általában a hosszú távú szerződések keretében. És tavaly, amikor összeomlottak az energiahordozók árai, akkor lejáróban volt sok hosszú távú szerződés, sok európai országnak a hosszú távú szerződése az oroszokkal. És sokan döntöttek úgy, hogy miért, szerződjek le hosszú távra, amikor hát ingyen kapom gyakorlatilag, ugye hát emlékszünk, tavaly tavasszal amerikai tőzsdén volt negatív olajár, hát most miért szerződjek le 25 évre, majd a spot piacon, azon a piacon mindig olcsóért megveszem. Ez az oroszok kívánsága ellenére történt, tehát ezért nincsenek most kellő mértékben hosszú távú szerződések ebben a rendszerben. Én úgy látom, hogy az oroszok persze kihasználták a helyzetet arra, hogy egy kicsit érvényesítsék a sajátos érdekeiket, de nem azzal szórakoztak, hogy nem adok gázt, meg csak ennyi adok, meg csak annyit adok. A Nord Stream 2 befejezését próbálták hozzá csapni ez a csomaghoz, hogy az mindenképpen beinduljon, menjen rajta a gáz. Ezen kívül én majd, hogy nem azt mondanám, inkább segítőkészek, mint hogy, kerékkötő kerék kötő lennének a folyamatnak. Amúgy pedig, hogyha hosszú távon ilyen árok maradnak, akkor az, az nyilván segíteni a, az alkalmazkodását. Egyrészt a hatékonytalannál veszteségesé váló ipari tevékenységek elpusztulnak, valamennyire energiahatékonyabbá válnak, más energiahordozókhoz nyúlnak, akik tudnak. Tehát az a lényeg, hogy ez a volumen az eltűnik az európai keresletből, mint amit az elmúlt évtizedekben az oroszok megszokhattak. Erre ők inkább úgy reagálnának, hogy inkább Ázsia felé tolják el a termelésüket. Nyilván elsősorban Kínának, ez szépen épülnek a vezetékek, de hát az sem vesz föl minden mennyiséget, amit ők ki tudnak termelni. Úgyhogy a kérdésed lényegére visszatérve, hogy ezt az oroszok kavarták-e, szerintem egyértelműen nem hanem majdhogy nem inkább próbálják segíteni az EUTA válságmenedzselésben. Erőt eszembe, Krisztián, amit itt mondtál a menet közben, hogy ez, a, ez, az egész ESG mozgalom, ami szintén pozitív, azt emeljük ki, és annak is vannak furcsa mellékvágányai, amik nem százszázalékosan jó irányba mennek. És, Erről is beszéltetek, írtatok, írtunk, beszéltünk többet az elmúlt időszakban, és én úgy érzem, hogy itt is vannak félreértések, amik, amik súlyosak. Hát igen, az energia kapcsán, hiszen E, mint environment, egyértelműen az, az energiacégek reflektorfénybe kerülnek. Ami nem azt jelenti, hogy egy ilyen gonosz foszilis energiahordozókkal foglalkozó cég nem lehet jó ESG besorolású, tehát itt nem az hogy annak jó iparágak, meg nem jók, hiszen mindegyik szennyez, és nehéz lenne megállapítani, hogy melyik jobban, melyik kevésbé. Azt látjuk, hogy a CO2 kibocsátásból körülbelül mi ezeknek a szerkezete, de egyébként ez országonként és földrészenként is rettenetesen eltérő. Szóval visszatérve nem azt jelenti, hogy egy olajcég például ne lehetne jó ESG besorolású, Viszont, amikor, mint sok mindennel, az ESG-vel is, uh, már nem csak azok a pozitív célok vannak, amelyek lehető szélesebb társadalmi érdekek uh, megvalósításán, uh, illetve abból kiindulva uh, jönnek létre, hanem ez az egyéni bizniszek, az egyéni érdekek egyre erőszakosabban, egyre agresszívabban való érvényesítésének a terepe, az nyilván nem, nem társadalmi cél. Uh, tehát hogyha akár hagyományos vagy, vagy megújuló energiákra épülő cégeket azzal lehet zsarolni, hogy nem kapnak jó energiabesorolást, vagy ö, ö, ESG besorolást, hogyha ezt és ezt nem így csinálják. És ez valaki megmondja nekik, aki lehet, hogy pontosan ugyanannyira ért hozzá, mint amit a szabályozás kapcsán Krisztián mondott a, a, a bürokráciáról, akkor az már nem csak, hogy nem feltétlenül az össztársadalmi érdekek mentén mozog, hanem már komoly károkat okozhat ezeknek a cégeknek. És akkor fontos látni, hogy ezek a cégek nem valahol egy távoli galaxisban működnek tőlünk függetlenül, tehát az ő létük az befolyásolja az energiállátást, energiabiztonságot, mint fél óra elbeszélünk róla az energiaárakat, és nem utolsó sorban ezek tőzsdei cégek, és a tulajdonságuk valahol a vonal végén azok magánemberek. Azok a magánemberek, akik egyébként lehet, hogy gyűlölik őket. Csak nem tudják, hogy a nyugdíj még, bár most már egyre csökkenő mértékben, de vannak mondjuk Royal Dutch vagy éppen MOL részvények. Tehát, hogy ezek igenis annak az ökoszisztémának a részei, amit társadalomnak hívunk, és amelynek a jó működése esetén az a társadalom valóban ennek a haszon elvezője, és nem csak a klímakárosítás elszenvedője. Tehát még a... Mi a az ESG kapcsán nekem két dolog jut eszembe, hogy nagyon fontos őszintén kommunikálni a befektetőkkel ennek kapcsán. Tehát itt két dolgot kell látni, hogy az ESG az az, 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 mivel nem egy globális standard, hanem, hanem valójában a fejlett nyugatnak egy, egy kritériumrendszer, ez nem csatlakozott minden ország. Ezért mindig lesznek olyan vállalatok, akik szennyezhetnek, akik kibújhatnak ezzel a standardok alól, ami azt jelenti, hogy be kell, azt az be kell lássuk, hogy, hogyha van két olajvállalat, az egyik mondjuk olyan beruházásokat eszközöl, ami által mondjuk a metán kibocsátása csökken, mert, mert mondjuk tudatosabban fúr stb., akkor az neki többe fog kerülni, mint annak a vállalatnak, akinek ugye nem. És ugye ennek egy elég egyszerű hatása van, az ő saját tőkárányos megtérülése kevesebb lesz. Tehát a tisztább vállalatnak kevesebb lesz a tő, saját tőkárányos megtérülése, mint annak, aki tovább szennyez. Ennek az az eredménye a befektetőink oldaláról, és ezt látni kell, és ezt őszintén kell kommunikálni, hogy egy, az externáljákat internalizáló, egyébként tisztában működő, ESG kompatibilisebb, akár kőolajkitermelő, akár bármilyen vállalat, az bizony kevesebb eredményt lesz képes a saját tökére vetítve csinálni, mint aki Tovább szennyez. Tehát amíg ez nem egy globális standard, akkor szembesülnünk kell azzal, hogy igen, bizony lesznek olyan szennyezővállalatok, amelyek jobb megtérülést, jobb hozamot biztosítanak a részvényeseknek, mint a, mint a tisztább vállalatok. Ez egy, ez, ez egy kommunikációs kérdés, ezt, ezt tisztázni kell, hogy ez így van. És ugyan a, a másik oldalán, a, a, a vég, ugyanennek a történetnek a végén, pedig a fogyasztó és többet fog fizetni ezekért. Tehát a tudatosabb működés, az mindig drágább lesz. Az drágább termékeket, eredménye drágább, ugye energiárakat, ezt látjuk a mai nap, de drágább lesz láthatóan a papírnak, az élelmiszernek és minden egyébnek az ára. Tehát, hogy ennek a folyamatnak ez a két nagyon látványos mellékhatás van, ezzel tisztába kell lenni. És ugye a az idei évnek talán az egyik legeklatánsabb példája erre, hogy az orosz index, a, ami ugye tele van kőolaj és földgáz kitermelő vállalatoknak, nem is tudom, 40%-ot realizott idén dollárba, vagy 35-öt. Tehát, hogy azt kell látni, hogy oké, okay, a Royal az meg 10%-ot ment idén, vagy 15-öt. Tehát, hogy, hogy látni kell, hogy oké, okay, de ennek ára van. És ezzel tisztába kell lenni, és őszintén kell kommunikálni a befektetőkkel, a befektetőinkkel, meg a fogyasztókkal is, hogy igen, ennek ára van. Nekem az a mondat tetszett, amit azt hiszem, hogy te írtál, hogy a, hogy a kőkorszak sem azért ért véget, mert elfogyott a kő, és az olajkorszak sem azért fog véget érni, mert elfogy az olaj. És ugye ez úgy jött el az írásodba, hogy igazán az olajcégek is tisztában vannak azzal, hogy nekik nyitni kell a, a az egyéb alternatív eh, energiák kutatása és fejlesztés meg ebbe az irányba. És hogy igazándiból ezért álságos tőlük mondjuk megvonni a finanszírozást, vagy ezért veszélyes lehet. De ezt eh, jól értettem, hogy akkor itt igazándiból ez is egy probléma lehet? Hát ugye ez egy gyakran idézett mondás, amit a szaudi olajminiszternek, 70-es években regnáló szaudi olajminiszternek tulajdonítottak, de szerintem nagyon találó, és valószínűleg ő is ugyanazt akart ezzel elmondani, hogy ők is látják, már akkor is látták, hogy még bőven lesz foszilis energiahordozó a környékünkön, amikor már nem azzal fogunk fűteni, hűteni, vagy. Közlekedést elősegíteni. És uh, nyilván ebben az is benne volt, hogy az 70-esek arról szólt, hogy létrejött egy kartel, ami elkezdte hát a csavarni a világon mindenkinek a kezét, ugye olajáróbanás, stagfláció, stb. Um, tehát, hogy ne gondol senki, hogy korlátlan hatalom van a kezükben. És amit Krisztián mondott a Putyini, vagy az hozásról, hogy ők is pontosan tudatában hogy nem az a cél, hogy megfozd a fogyasztódat. Szóval melyik kiskereskedőnek az, az érdeke, hogy, hogy kinyifantsa a fogyasztói, de hogy is az, az, érdeke, hogy tisztességes profitot keresve, stabil piaci körülmények között számára is kiszámítható árazás és piaci körülmények között biztonságosan tudjon működni. Tehát ez fontos, hogy akár energiacégekről, vagy olyan országokról beszélünk, ahol nagyon meghatározó az energiaexportnak a szerepe, ott bizony egyensúly akkor tud létrejönni, hogyha az eladó és a vevő között valamilyen szinten ez a harmónia megteremtődik. És ebbe jön be harmadik elemként az, hogy ezt lehetőleg úgy csináljuk, hogy mindenki jól jár ezen az üzleten, de közben a földet ne pusztítsuk el még jobban magunk körül. De ez nem csak az energiacélken kérhető számon rájtuk. Nyilván nagyon sok minden számon kérhető. Elvileg ugye az, amit az Attila mond, arra egy nem túl jól működő, de elvi szinten akár működhetett is volna, vagy működhetne, az a kvótáknak a szerepe. Ugye, aki jobban szennyezi a környezetet, több kvótát vesz, akkor rontja azt a megtérést, amit egyébként élvezne. Na de hogyha ezzel a kvótával egyébként bárki kereskedhet, és tudja, hogy nagy számban szükséges lesz megvenni, és hogyha ő szépen, ahogy az előbb az energiára kapcsán tőzsdő beszéltünk, ebben long pozíciókat vesz, akkor egy ponton túl a szennyező cég kerülhet, már negatívabb helyzetbe, hiszen egy olyan kvótaárat árat fizet meg, ami egyébként az ő üzleti modelljéből nem jön. Ennek persze lehet -e az a következmény, hogy rájön, akkor csak jobban megéri, tisztább módon előállítani energiát. Tehát, hogy nincs ebben szerintem abszolútum, tehát a piaci helyzetnek a változása dönti el mindig, de elvileg egyébként a, a, a kiárazódás a piacról a minden hagyományos technológia esetében, az segítheti az új technológiáknak a egyrészt a kifejeztését, másrészt az adoptálását. Uh, szóval visszatérve a, 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 a arra, hogy a külkorszak hogy ért véget és hogy remélhetőleg hogy fog az olajkorszak véget érni, ezeket mind szerintem figyelembe, figyelembe kell venni, és a, az energiacelek maguk sem hülyék, hát ezen a piacon dolgoznak évtizedek óta, pontosan tudják, hogy ponton túl az ő termékükre először csak nem lesz akkora kereslet, aztán valahol az út végén meg egyáltalán nem lesz kereslet, tehát ha ők ezen a piacon akarnak maradni, akkor menniük kell, a világgal, és amilyen ritmusban a világ át akar állni a, a nem foszilis energiahozódókra, és amennyiben a piaci részesedésüket nem akarják hagyni, hogy jelentősen csökkenjen, akkor nekik ebbe a ritmusba át kell állni. És itt jön be az, hogy nincs mit mutogatni rájuk, hiszen ha mi elvárásunk, ha egyre kevesebb benzinkút lenne, egyre több elektromos töltőhálózat az elektromos autókhoz, akkor nekik ezt az átállást meg kell tudni csinálni, vagy pedig a piacukat drasztikusan elkezdik feladni. És hogyha megnézzük az éves jelentéseiket, az látszik, hogy nincs olyan cég, aki ne drámai módon azon, hogy az üzleti mód hogyan alakítsa át. Tehát itt szó nincs arról, hogy üldögélnek valahol a nagy dollár zsákokon hatalmas szivarokat szívva és számolva az osztalékot és vagdosva a igen. és közben a háttérben nagy kémények szennyezik a környezetet. Ugye ez a fajta vízió igen, van néhány ilyen írást igen. elolvasva az emberek fejében, de nem, szó sincs erről. Ezek ma már azért abszolút high-tech technológiákkal dolgozó cégek, amelyek részben az eddigi tevékenységüket is megpróbálják sokkal tisztábban ö, működtetni. Ugye itt fölmerült, hogy hogy lehet mondjuk földgázzal dolgozni, úgyhogy kevesebb legyen az elszökő metán egy erőműben, vagy akár már a kitermelés vagy a tárolás során. Tehát én szerintem nem megvonható az a fajta hogy mondjam, jó, jó szándék ezekről a cégektől, hogy igenis megpróbálják ezt csökkenteni. Az, hogy mire van források, mi az, amit a befektetőik elviselnek, és milyen időtávon, az egy másik kérdés. És azt se lehet megvonni tőlük, hogy ma legjobb tudásunk szerint a legnagyobb megújuló energiaberuházók, azok bizony egykori vagy mai foszilis energia cégek legyenek, azok csak kereskedők vagy elosztók, eh, amit például a német cégek példáltunk, vagy pedig klasszikus integrált eh, olaj vagy szénhidrogén cégek. Tehát ők pontosan látják, hogy, hogy igenis kell menjenek ezzel, a, ezzel az árammal, eh, mert különben gáz van nekik is. Joggal merül fel a kérdés bárkiben, aki ezt a, ezt a videót és ezt nézi, és ezt a podcastot hallgatja, hogy mi itt, a pénzügyi szférában dolgozó emberek, mit okoskodunk ennyit a környezetvédelem szabályozásával kapcsolatosan. És ennek azért van egy egészen kézenfekvő oka, ez pedig az, hogy mi a bőrünkön érezzük jó régóta, hogy azért a pénzügyi szektort minden más szektorhoz képest sokkal részletesebben, sokkal alaposabban és sokkal korábban kezdenek el nagyon-nagyon komolyan szabályozni, mint bármi másta, a bármilyen más tevékenységet a világon. És ezzel kapcsolatosan kérdezlek most, Krisztián, hogy mik a megéléseid ezzel a szabályozással. Szerintem nagyon jó analógiák vannak a környezetvédelmi, energiaipari és a pénzügyi szabályozás között mind a kettőre igaz, hogy az, hogy legyen valamiféle és lehet, hogy jó szabályozás, az léterdeke az egész közösségnek. Tehát ezek mind olyan szférái a gazdaságnak, amelyek tényleg működésképtelenek és kaotikus eredményeket eredményeznek, eredményeznek az, hogyha nem lennének jó szabályozások. Ez a mi szakmánkra is egyértelműen igaz, de hogy a szabályozás jó-e vagy sem, az Szerintem más mércével mérhető meg, mint a, a szabályozók gondolkodási műhelyében lenni szokott. Én azt gondolom, hogy a, a normális és kiszámítható működés az a, az a jó szabályozásnak az eredménye. A szabályozók célfüggvénye pedig az, hogy a szabályozás legyen jó nagy, jó kiterjedt és nagy energiákat kell megmozdítani a szereplőknek a betartásához, aztán még nagyobbakat a hatóságoknak az ellenőrzéséhez és a betartatásához. És az, hogy 10-15 évente van egy olyan rendszer szintű válság, ami jelentős részben ebből következik, hát az nem olyan érdekes. Hogy rendszeresen kiderül, hogy akár maguk a felügyeletek, hatóságok, akár a piac legnagyobb szereplői a csodálatos szabályozás ellenére gyakorlatilag büntető, jogilag értelmezhető módon alakítják a tevékenységüket, az megint nem olyan érdekes az ő szempontjukból. <kül> És az elmúlt egy bő évtizedben ez a szabályozási dű, amire már az elején is utaltam, még az energiapolitika kapcsán, ez felerősödött, nem véletlenül, ugye volt egy 2008-2009-es pénzügyi válság a világban, amire az egész fejlett világban volt egy komoly szabályozási reakció, abból a kiinduló pontból, minthogyha ezt egy nagy piaci kudarc okozta volna, és a szabályozóknak semmi köze nem volt hozzá. Az most messzire vezetne, hogyha ezt a szálat elkezdenénk kibontani, de maradjunk meg abban, hogy a szabályozásnak, kamatpolitikának sok mindennek nagyon sok köze volt ahhoz, hogy az a válság kialakulatott és úgy alakult ki, ahogy Nézzük csak az inga visszalendülését. Amerikában is készült egy nagy 850 oldalas törvény, a Dodd-Frank törvény, amivel igyekeztek elejét venni annak, hogy ez a válság megismétlődhessen, jó ráncba szedjék a Wall Streetet, meg általában a bankokat. Remekül hasít ez a törvény de a Fed legfontosabb vezetői a saját rédjeikkel egyelőre lefrontolják a világ legfontosabb monetáris hatóságának a kulcsfontosságú döntéseit. Ezt az egy apróságot még nem sikerült beépíteni ebbe a szabályozási és előzési rendszerbe, hogy a rendszer élén álló emberek ne a saját sebükre dolgozzanak. De ez még istenes ahhoz képest, mint ami Európában van. Európa úgy kapta a pénzügyi szabályozás, és egész pontosan a pénzügyi piacok szabályozása szempontjából az oldalába 2008-2009-es válságot, hogy éppen nem sokkal előtte indult el egy csodálatosnak kikiáltott új szabályozási rezsimmel, a MIFID, de ez 2007-ben lépett életbe, és hát nem sikerült megvédeni a világot és Európát a válság hullámaitól. Úgyhogy utcó neki rögtön hozzáfogtak, hogy a Mifitből legyen Mifit 2, amit sok év halasztás után 2018. januárjában léptettek életben, mármint azoknál a szereplőknél, akik nem tették fel a kezüket az utolsó két hétben, mint például az Európai Derivatív Tőzsdék, hogy hát, mi nem készültünk el, úgyhogy hadd már egy 30 hónapos határidőt a bevezetésére, hát ilyenek is történtek. <kül> Aztán tavaly a Covid miatt megint kértek egy egyéves hosszabbítást, akkor megint megkapták. De például egy olyan játékosnak, mint a Concord, de hát nálunk sokkal kisebbeknek és sokkal nagyobbaknak is, természetesen meg kellett csinálni minden olyan fejlesztést, ami ebből a kis szabályozásból következett. Ez a kis szabályozás, ez 30 ezer oldal az irányelvekkel együtt, 1,4 millió bekezdésből áll. Nem olvastam őszintén szólva. Sok időt töltöttem a MIFID 2 szabályozásával, az implementációval, és azóta is a részletkérdéseknek a megfelelése, de nem értem végig az 1,4 millió bekezdésen, sem a 30 ezer oldalon. Azt hiszem, hogy ezek a számok elég világosan mutatják, hogy ez egy őrültség, úgy, ahogy van. Több tucat jogi iroda készítette egymástól függetlenül. Egy olyan felügyeleti szerve, szabályzó hatóság, dinamikus vezetése mellett, amely már nincs az Európai Unióban. Hát ezt a, ezt a brit felügyelet köszönjük vette. szépen a Igen. Igen. Ők voltak Jó, a, a motorjai ennek a, a, ennek a szabályozási folyamatnak, és ö, mire kész lett, addigra gyakorlatilag róluk már lehetett tudni, hogy rájuk nem érvényes, és képzeljétek, mi történt azóta. A brit kormányzat és a brit felügyelet úgy gondolja, hogy a MIFID kettő szabályozás az nem támogatja a versenyképességet, a transzparenciát. A City nem működhet ilyen ostoba szabályok mellett. Tehát <laughs> már elkezdtek kivonulni belőle, abból, amit, amik ők, amit ők toltak ránk igen jelentős részben. És <kül> egy szabályozást, a, a, mindig az a dolga, hogy a versenyt erősítse, csak Erősítette vagy? a versenyt? Nem, ez nem erősítette a versenyt. Egy új fogalom lépett be tulajdonképpen. A, előbb emtettem a Dodd-Frank törvényt Amerikában. Igen ennek az, az, a legfontosabb célkitűzése, hogy a, too big to fail cégeket ellenőrzés alatt tartsa oly módon, hogy ne a végén kelljen jönni az adófizetőnek és megmenteni a too big to fail szereplő kudarcától az egész gazdaságot, hogy ne omolja omolj, rá egy rendszer szintű kockázatot jelentő banka a gazdaságra. A, a MIFID 2-vel megjelent egy új kategória Európában, ez a too small to comply. És ezt ez nagyon magasan van ez a szint, tehát óriási operációt kell működtetni, hogy megfeleljünk ennek a rövid kis szabályozásnak. Önmagában a felkészülése 2 milliárd eurót költötte az európai pénzügyi szektor. Ebben nincs benne az, természetesen, hogy mennyivel drágította meg az operációt. Ez egyszerűen csak a felkészülésnek a konkrét kesesíthető tételeiből állt össze. <kül> ami a, ami a versenyt illeti kifejezetten versenyellenes hatása van kiszorít a piacról egyrészt, tehát ezzel a too small to comply kategóriának a kisöprésével, másrészt egyszerűen a szabályoknak az ostobaságával. Tehát mondjuk rákényszerít egy alapkezelőt arra, hogy egyrészt külön fizessen a researchért és külön a végrehajtásért, és meg kell tudnia magyarázni az alapkezelőnek, hogy miért azzal a brókerrel akivel lehet ezt tizellán, de alapvetően a költség oldalra kell ugye rámenni de hát arra természetesen senki nem kényszeríthet egy alapkezelőt, hogy szerződjön egy vagy több addicionális brókerrel. Tehát kik közül kell neki a legolcsóbbat választania? Hát azok közül, akikkel fel van állva, akivel le van szerződve. Hát mit csinál nem szerződik le azzal, akivel, akivel, nem akar. Ellenben leszerződik egy olyan, aki nagyon jó lesz benchmarknak, drágának, és köt azzal, akivel akar. Ezer ilyen példa van. Ez olyan, mint a magyar közbeszerzések, nem? Hát sok rokonvonása van, de a, a mögöttes attitűd az az, hogy a piaci szereplőket bűnözőknek tartja, potenciális bűnözőknek, hogy olvasod a szöveget, ez jön belőle. Hol fogja meg? Tudom, hogy bűnöző vagy, én hatóság, tudom, én szabályozó, tudom, hogy te egy rohadt bűnöző vagy, el akarlak kapni, és most el is foglak kapni. Az ügyfelet, a befektetőt pedig debilnek, agyhalottnak Aha. tekinti ez a szabályozás. Legújabban vannak olyan érdekes irányelvek is, amelyek egyébként már az ügyfelet is bűnözőnek tekintik. Tehát közeledünk. Alakul, alakul, alakul a történet. Egyre. Igen. És mindebből természetesen egy a csökkenő verseny miatt is drágább, áttekinthetetlenebb szolgáltatás jön létre. Alacsonyabb verseny mellett. Alacsonyabb verseny mellett, és ráadásul kiszorítja a piacról az érintett felhasználóknak a jelentős részét. Tehát azzal, hogy megnöveled a jogi kockázatát, a megfelelőségi kockázatát annak, hogy értelmes befektetési szolgáltatásokat és azon befektetési tanácsadást nyújtasz, azzal feljebb viszed azt a küszöböt, azt a mérethatékonysági küszöböt, ahol még érdemes ügyféle foglalkozni. Tehát megtakarító háztartásoknak a tömegét lököd rá a azokra nem akarom konkrétan megnevezni, milyen megtakarítási termékekre, amiben sok minden van, csak biztonság nincsen, meg, meg szakmaiság nincsen, meg diverzifikánság nincsen. Hát meg az, az végképp. Mert hogy végképp drága azért. Végkép. azért. Igen, hát, hogy igen. Ez, egy, ez, ez egy nagyon drága szolgáltatás. Igen. igen. Tehát ez egy egyrészt megnyomorító természetű szabályozás, tehát ha tényleg ez megy elől, és ez tényleg egy ismétlődő mintázat, hogy a pénzügyi szabályozás irányai, meg stílusa az valamennyire előrevetítik a más szektorokban megjelenő szabályozásokat, akkor nem sok jóra lehet számítani. El kéne rántani még a kormányt, mert hogyha az energiapolitikát, meg a a kapcsolatos kérdéseket 1,4 millió bekezdéses európai direktívákban fogjuk szabályozni, akkor nekünk messzeltek annyi megjegyzésem, vagy egy példát tennék, vagy hát nem egy példa, nem konkrét tény, hogy a, hogy a szabályozás, rosszul működik, az oda vezet, hogy egy iparág kipusztul jellemzően. És ugye nincs ez más, hogy itt a befektetési banki iparágban sem. Európának nincs globális befektetési bankja. Tehát valójában nincs. Mondjuk Tehát soha nem is volt. Voltak azért a válság előttem, még volt egy-kettő, de, de mostanra most már a régiós kibocsátásokat is egytől egyig amerikai vállalatok csinálják, akik nem tartoznak ami itt kettő hatája alá. Itt ugye erről írtunk a blogon az Allegro kibocsátás például, hogy, hogy ott viszont aztán az ügyfeleket nagyon tisztességesen lehúzták a nyugdíjállapoktól és minden egyebeken keresztül. Tehát, hogy ilyenkor mindig a, ugyanaz, mint az energiában, hogy, hogy ilyen energiárak mellett a versenyképességi kérdések ugye felmerülnek a teljes európai iparban. Valójában a mi szektorunkban, a befektetési banki szektorban is ez, ez, ez egy versenyképességi probléma, hiszen 1,4 millió bekezdés betartásához gondolom végtelen mennyiségű jogász és minden egyéb kell. És ebből rögtön egyenesen következik az, amit szerintem korábban már érintettünk az energiaipar frontján, hogy ilyen helyzetben mindig vannak egyenlők és egyenlőbbek, akiknek tényleg meg kell felelni a szabályozásoknak, és akinek igazából nem. És most nem csak olyan példákra gondolok, hogy mondjuk az első 30 vagy 42 hónapban nem kell betartani azt, amiért a többi szereplőnek éveken keresztül kellett költséget nélkíművel megfeszítve dolgozni, hanem egészen egyszerűen nem kell. Tehát például egy olyan befektetési szolgáltató, ami meg akar felelni a, a MIFID 2 részletszabálynak, az azt kellett, hogy megtegye 2018 elejére, hogy a kereskedési rendszerekbe bevitt megbízásokat milliszekundumonként rögzítse, milliszekundumonként. Nem tudom, mi a baj vele. Hát egyrészt marhaság, de a, a, a nagyobb baj az, vele, hogy amikor aztán elkezdtük leadni ezeket az adatokat bizonyos kereskedési platformok felé, nem akarom megnevezni őket, akkor kiderült, hogy ők sajnos nem fejlesztették le. Úgyhogy vagy kerekítjük másodpercre, vagy minket meg fognak bírságolni el volt, tehát nincs más lehetőség. Tehát van az a méretű és súlyú szereplő, aki kénytelen megfelelni mint a güzű, a legostobább szabályoknak is, és vannak azok a szereplők, akik elcsúsznak a határidőkkel, a felét se tartják be, és semmi nem fog velük történni. Akkor tulajdonképpen azért most mondhatjuk azt, hogy lényegében picit azért éreztük azt, hogy mi itt ülhetünk, és, és az energiapolitikáról beszélhetünk, mert mi már látjuk, érezzük magunkban sok-sok éve, hogy a Mifit 2 nevű szabályozás, az, az hova vezethet a mi iparágunkba, és egy picit óva intenénk, minden szabályozott attól, hogy ugyanezt történjen mondjuk a, a, az energiapolitika, a zöld politika terén is. Ez, ez, ez megáll szerintetek? Hát tulajdonképpen, hogyha ha össze akarjuk foglalni, amiről itt most már ugye két terület szabályzása kapcsán is beszélünk, akkor az egyik az az, hogy a válságok nem arra szolgálnak, hogy bűnbakokat keressünk, hanem hogy tanulságokat és tapasztalatokat gyűjtsünk, és ez formálja a szabályozást. És akkor ennek a szónak a következő mondatba a helyezéséről a szabályozást pedig célszerű nem egy eldugott toronyban nem létező világra megpróbálni ráformálni, hanem megfelelő keretekkel el kell indítani piacokat, piaci szegmenseket, és utána folyamatosan alkalmazkodva az abból visszajövő információkhoz, tapasztalatokra fejleszteni tovább a szabályozást, mert ezzel valószínűleg jobban lehet és hamarabb céltérni, mint hogyha egy fikcióra próbálunk valamit ráhúzni. Uh, ebben azt gondolom, hogy több példát hoztunk, ami mutatja, hogy az amerikai inkább az észszerűbb megközelítése a szabályozási kérdéseknek, bár azért Washington se kell félteni, és az egyes államok saját törvényhozói kompetenciáit. Uh, és, és, az európaiba akár az energiapolitikát, vagy most legutóbb a pénzügyi szabályzást nézzük, ott meg inkább ellenpéldákat uh, találunk. Gyuri, Attila, Krisztián, nagyon szépen köszönöm.